primăvara, în interiorul turnului, viața se desfășoară într-un ritm accelerat. Liliecii și-au ocupat pozițiile lor sub acoperiș. Iarna au hibernat în peșteri, iar acum s-au adunat aici să dea naștere puiilor. Prezența lor și mai ales zgomotul produs de ei însă nu este bine primit de toată lumea. Szempontból zavarja az épületek felhasználóit, másrészt pedig szubjektív problémákat okoz. Úgyhogy alapállásból egy műemlékvédő azt próbálja létrehozni, hogy a tetőtér élőlénymentes legyen, madár denevérmentes, tehát a nyílásokat általában hálókkal le szoktuk védeni, megpróbálunk megfelelő szellőztetést biztosítani, és hát meg tisztán tartani a tetőszerkezetet. Tehát alapvetően ebből adódik a konfliktus. Asociația pentru protecția liliecilor din România, cu sprijinul fondului ONG din România, a inițiat un proiect pentru a asigura protecția pe termen lung a speciilor de lilieci din mediul antropic. Előző felméréseink során azt láttuk, hogy nagyon sok esetben a barlangi denevér kolóniák védelme megoldódik azáltal, hogy sikerült a kezelőkkel együtt olyan védelmi intézkedéseket hoznunk, barlanglezárások, turisztikai látogatási rend változása, megvilágítás változása, hogy az ott levő kolóniáknak a védelmét biztosítani tudtuk. De ugyanakkor azt láttuk, hogy ezek az állatok elvonulnak, és a nyári periódus során épületeket használnak. És akkor például közönséges denevér, patkós denevérek esetében felmerült ez a probléma, hogy a nyári kolóniák védelme nincsen megoldva. Éppen ezért az épületlakó denevéres projektünk során először egy felmérést végeztünk el, amelyben felmértük 6 megye legfontosabb szálláshelyeit, megnéztük, hogy melyek azok az épületek, amelyeket a denevérek előszeretettel használnak, hol vannak a legnagyobb kolóniák, illetve ezek közül melyek azok, amelyek problémásak, illetve védelmi szempontból a mi beavatkozásunkra szorulnak. Felmérések után pedig kiválasztottuk azokat a helyszíneket az épület tulajdonosokkal együtt, ahol jelentős állományok vannak, és ezeknek az állományoknak az érdekében pedig olyan építészeti beavatkozásokat alkalmaztunk, amelyek során a denevérek védelme is megoldódott, ugyanakkor a jelenlétük sem volt zavaró az épület tulajdonosok számára. Yeah.
În clădirile selectate au fost construite paravane protectoare pentru a separa liliecii de restul clădirii. Astfel, pereții și părțile din lemn vor fi protejate de excrementele liliecilor, adică de guano, și va fi diminuat și zgomotul produs de ei. Liliecii au acceptat fără probleme noile structuri. Intervenții similare au fost efectuate în 6 biserici în diferite puncte ale țării. Oamenii din sat, preoții și administratorii clădirilor au arătat în general o atitudine pozitivă față de soluțiile propuse și față de prezența liliecilor. Nem a denevérekkel, mint állatokkal van a gond, hanem inkább az általuk hagyott ürülékkel, és általában az emberek ezért tekintenek ellenszenvvel a denevérekre. De úgy gondolom, hogy ha az ember pozitívan közelíti meg a témát, és úgy tálalja és ismerteti az emberekkel azt, hogy miért jó, ha denevérek vannak a toronyba, hogy ez minden szempontból jó nekünk is, jó azoknak az embereknek, akik mezőgazdasággal foglalkoznak, hiszen nagyon tudjuk, hogy a denevérek jó hatással vannak, hiszen rengeteg kártékony rovart elpusztítanak, és idővel megbarátkoznak a gondolattal, hogy az ő templomuk tornyában egy 400 egyedet számláló denevér kolónia van, amelyben különböző fajok vannak, közöttük védett állatok is, és így után úgy gondolom, hogy ők is büszkén majd elmondják, hogy nem csak egy műemlék templom az örökösei és birtokosai, hanem egy olyan templomnak is, ahol védett állatok lelnek szállásra. Comunitățile locale au un rol decisiv în protecția liliecilor din clădiri. Experții asociației au fost prezenți la mai multe evenimente locale, unde au încercat să explice publicului rolul și importanța liliecilor. Két szinten igyekeztünk a kapcsolatot felvenni a helyi közösségekkel, azokkal a helyi közösségekkel kell természetesen, ahol nagyobb számba vagy jelentősebb hangsúlyjal vannak jelen a denevérek az egyes épületekben, és ezekben a közösségekben gyakorlatilag próbáltunk olyan közösségi rendezvényekre betörni, jelen lenni, egy-egy falunap, egy helyi rendezvény, ahol a denevérek fontosságát emeltük ki. Úgy gondolom, hogy amióta sikerült megoldani azt, hogy a templom tornyából a denevér guánót önkéntesekkel, egyetemistákkal, a Denevér Egyesületnek
a munkatársaival eltakarították, és évente azért el szoktak jönni és kitakarítják, megszűnik az ellenszenve a denevérekkel szemben. Mindenképpen azt gondoljuk, hogy ez csak egy kezdet, hiszen a hat épület, ahol a beavatkozás történt, az csak egy nagyon kicsi szám ahhoz képest, hogy hány épületbe húzódnak meg denevérek, és hol merülnek és merülhetnek fel védelmi problémák. Természetesen itt nem csak a konkrét beavatkozásokra gondolok, szükség van mindenképpen egy állandó tudatosításra, informálásra, jelenlétre, az épület tulajdonosokkal való párbeszédre, hogy ha problémák merülnek fel, akkor mindenképpen ez az információ eljusson hozzánk, és hogyha már az információ eljutott, akkor be is tudjunk avatkozni. Természetesen ez a hat beavatkozás, amit mi elvégeztünk, ez csak egy próba, egy modell. Szeretnénk megnézni, hogy egyes építészeti megoldások hogyan működnek hosszú távon, ezeknek milyen hatása van a denevérkolóniákra, és mindenképpen szeretnénk ezt a sorozatot folytatni. Gondolom, hogy a bölcs és békés és pozitív kompromisszumok csoportját az egészítheti ki igazán, hogyha a denevérvédelem és épület tulajdonos, illetve műemlékvédők közötti kapcsolat elég rendszeres, és az a bizonyos felajánlás, amit a denevérvédelem tesz, hogy letakarítják a szakszerű módszerekkel a guanót évente egy toronyból, sokat segít esetleg a helyi közösségek viszonyulásának javításában is. Tehát ha ez megtörténik, akkor már is jobb a helyzet, és hát könnyebb az együttélés békés módjait továbbvinni. Soarta liliecilor și a clădirilor a fost împletită strâns în secolele trecute. Au găsit azil și habitat în aceste locuri. Sperăm că această conviețuire a liliecilor și a oamenilor va rămâne pașnică și în secolele care urmează.